Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Szeretettel megkérem a kis iskolásainkat, karácsonyi versmondóinkat, fáradjanak ide ki az Úr asztala elé, és mondják el verseiket. Egy énekkel kezdjük a karácsonyi ünnepségünket, karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján. Egy népi gyűjtés. Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett, a kis Jézus aranyalja, boldogságos szűz az anyja, két kezével ápolgatja, lábaival ingatgatja, kirje, kirje, kis dedecske, betlehemi hercegecske, ki miértünk sok jót tettél, a pokoltól megmentettél. Füle Lajos öröm, karácsonyban gyönyörű ünnep a mai, minden ablakban fenyőfény csillagai, aranydió, bogyoró, csillogva köszönt, de a legszebb nem a fán, bennem van öröm. Lélek, gyümölcsek, csodás karácsonyi ég, ez a belső ragyogás, enyém is a tiéd. S mindenki jég, aki a gyermekre tekint, aki tudja, ki fia és térdet hajt megint. Hogy mi az ünnep, látszatra tudjuk, feldíszített karácsonyfa. Mégis fontosabb, mind készülünk fel lélekben a karácsonyra. Messze-messze földön, valamikor régen, hideg és állóban, langyos falu végen, kicsi kutkójában nagy kelet járnak, kisfia született egy édesanyának. Szamrás kömény ászol volt az első ágya, nem volt ingecskéje, torpi hét zsunnája. Semmije, semmije nem volt szegénykének, nem volt a világon nálánál szegényebb. S mégis azon éjjel megjöttek az egek, zengőt leszálltak Andor és Tereket. Messze napkeleten fényes szűnök támadt, királyok gondoltak Mária fiára. Messze volt, régen volt, mégis minden évben, ezen a szent napon ünnep van az égben, ünnep van a minden születében, ezen a szent napon ünnep van az égben, ünnep van a minden gyermek boldog kis szívében. Kis házban, nagy házban, csak róla beszélnek, érte van az ünnep, neki zeng az ének. Gyida Jenő, itt van a szép karácsony, itt van a szép friss karácsony, élünk dión friss karácsony. Mennyi finom csemege, kicsi szívedre mege. Karácsonyfa minden ága, csillog, villog, csupa drága. Szép mennyei üzenet, kis Jézuska született. Jó gyermekek mind örülnek, kályha mellett körben ülnek. Aranymese áhítat, minden szívet átítat. Pásztor játszók bebejönnek, kiskántálva ráköszönnek a családra. Fura nép, de énekük csuda szép, tiszta öröm tüze áték a szemeken, a harangi játék szól, éjféli üzenet, kis Jézuska született. Köszönjük szépen, foglaljátok el helyet, köszönjük.
az iskolásoknak ezt a szép műsort, a verseket, amelyekkel készültek, hogy ünnepünk szebb legyen. Isten tiszteletünk folytatásaképpen a 315. dicséretünk első 4 versét énekeljük. 315. dicséretünk első 4 versét énekeljük. Krisztus Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén.
Máté írása szerinti evangélium második részének első 12 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herodes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületni a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júdea földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmegyek, és imádom őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjét és mirhát. Ünneplő gyülekezet. Ajándék. A karácsony elmaradhatatlan nélküle. Minden bizonyal a legtöbben már becsomagoltuk, és elkészítettük a szeretteinknek szánt ajándékot, és csak arra várunk, hogy ma este átadhassuk, és nekik örömet szerezhessünk. Gyermekek és felnőttek, azt hiszem, hogy mindannyian várjuk a Szentestét, hogy a falat kibonthassuk a várva várt ajándékokat. Enélkül talán el sem tudnánk képzelni az ünnepet. Ajándék. Valakinek ingyen, különös szeretetből vagy figyelmességből adott dolog. Ilyen ajándékot adott nekünk Isten is. Karácsonykor Jézus Krisztusban. Erről ad hírt Máté evangélista is. Generációk követték egymást, míg egy nap minden adva van. Minden elő van készülve, minden részlet egymásba illeszkedik, egy szűznő pedig rendkívül megmagyarázhatatlan módon várandós lesz. Isten becsomagolja a leírhatatlan ajándékát az emberiség történelmébe. Egyszer csak, mint derült égből villámcsapás, a rómaiak népszámlálást hirdetnek, Máriának és Józsefnek Betlehembe kell mennie. Ők ketten útra kelnek, hogy megtegyék ezt a hosszú utat Betlehemig, és elérkezett az idő. Megszületett Jézus. Ezen a napon minden részlet összeáll. Proféciák, ígéretek, a történelem és csoda. Isten beteljesített mindent, amit mondott. És lássátok, kedves testvéreim, ez az ajándékozás vágy nem csak a 21. század emberében van meg. A bibliai bölcsek is, akik igen messziről érkeztek, megkeresve a kicsi gyermeket, nem jöttek üres kézzel, hanem ajándékot hoztak. Jézusnak aranyat, tömjét és mirhát. Ezek az ajándékok pénzben, értékben igen-igen drága dolgok voltak, de ha jobban megvizsgáljuk, akkor valójában még többet is értek, illetve jelentettek. Az aranyat az ókorban a nappal és egyben a Főistennel
azonosították. Így annak általános erősítő tulajdonságában hittek. Sőt, mi több, az egyiptomiak belsőleg is fogyasztottak régen aranyat, mentális, testi és spirituális tisztulások gyanánt. Nem véletlen, hogy az arany a királyoknak az ajándéka volt. Tehát Jézus írásmagyarázók szerint királyhoz illő ajándékot kapott. Aztán kapott még tömjét. A papság körében használatos anyag volt. A tömjénezést csak a főpap végezhette, így Jézus az Istennek járó papi ajándékkal is részesült. És a harmadik ajándék a mirha, mely a királyok, proféták, papok felkenetéséhez használt szent olaj volt. Luxus cikk, ugyanakkor gyógyításra is használták. A mirha és a tömjén a kettő együtt olyan pártalkot, amit isteni illatosítónak neveztek. Gyógyításra is használták ezeket. Svájcban például a tömjén készítményeket gyógyszerként ismerték el. S mindkét növénynek a mézgája annyira ritka, különleges és kedves, és kedvelt is volt, hogy egyenértékűnek tartották az arannal. Csupa-csupa drága és értékes dolog. De ezek az ajándékok túlmutattak önmagukon. Arra mutattak, ami Jézussal fog történni. Jézus valóban az eljövendő király. Jézus valóban az, aki tiszta volt és bűntelen. És Jézus az, aki áldozatot hozott ezért a világért. És a kérdés ezen a mai alkalmon, ebben az ünnepi pillanatban az, hogy mi milyen ajándékot adtunk, és adunk Istennek ezen az ünnepen. Az első gondolat talán az, hogy semmit. Ez azonban nem így van. A pásztorokról sem írja a Biblia, hogy bármit is vittek volna, hiszen köztudott, hogy igen szegény volt a pásztorné. Nagy valószínűsége, hogy a pásztorok nem vittek tehát semmit sem, a bölcsökéhez hasonló értékes ajándékot Jézusnak. Mégis, ha akár üres kézzel is mentek, de vittek ajándékot, önmagukat, idejüket, fáradtságukat, energiájukat, érdeklődésüket, szívüket. Mert meghallották a szót, meglátták a jelt és indultak. Önmagukat adták. És ez talán a leges legnagyobb ajándék. A leges legnagyobb ajándék, amikor önmagunkat tudjuk adni. Így tehát, szeretett testvéreim, a mai üzenet a mi számunkra, hogy te vagy az ajándék ezen a karácsonyon. Légy te az ajándék ezen a karácsonyon. Itt vestársadnak, férjednek, feleségednek, szüleidnek, mint gyermek. Gyermekeidnek, mint szülő. Családoknak, mint családnak. És persze kell a mirha, az arany, a tömjén, mindezek a drága dolgok. De a bölcsekből is ők kellettek, amikor lebogulva imádták a Jézust. Ők is a teljesük jelen, ők maguk is, a szívük is ott volt a jászol mellett. Az ajándék tehát maga az ember. Maga az ember, aki megérkezik a betlehemi jászolba. Maga az ember, aki hazaérkezel a meleg otthonokba, a karácsonyfa mellé, a terített asztal mellé, az ölelő kezekbe, a vágyakozó tekintetbe, hogy már nagyon vártalak, hogy hazaérjél, hogy ott legyél mellettem, hogy velem legyél, hogy együtt legyünk. Ez a lényeg tulajdonképpen. A karácsony lényege, az élet lényege. Az igazi ajándék az, hogy ott vagyunk egymásnak. Mert senkit sem lehet pótolni földi életünkben, a családon belül. Egy munkahelyen lehet egy új munkást pótolni,
ha megbetegszik, vagy megüresedik egy állás. De a családban, kiki milyen szerepet betöltve, pótolhatatlan. Ezért vagyunk egymásnak. Ezért adjunk egymásnak időt, szeretetet, türelmet, békességet. Mert egymásnak vagyunk. Isten is adott ajándékot nekünk. Mi sokszor persze csak kérünk tőle. Egészséget, békességet, gazdag életet, pályafutást. És sokan csalódnak, amikor nem kapják meg. Mert Isten egyszer önmagát akarja nekünk ajándékozni, és azon túl ad meg nekünk mindent. Mert ő az Úr nem csak erőt és egészséget, kényelmet és elégedettséget, azaz földi ajándékot akar adni, hanem bűnbocsánatot, békességet, örök életet. És ha ő önmagát adja, akkor és mi elfogadjuk az Úr Jézus királynak, megváltónak, akkor értjük meg, hogy ő mit akar az életünkben. Úgy, ahogy vagyunk, ahogy idejöttünk erre az Isten tiszteletre is. Gyermekként örvendező szívvel, felnőttként kérdésekkel és kételyekkel, fiatalságunkkal, kételjeinkkel is, lehet, hogy óriási kérdésekkel és miértekkel. Lehet, hogy gyászunkkal és fájdalmunkkal érkeztünk ide. Hiszen mindannyiunk szívében ott van a kérdés, hogy miért, Uram? Miért vetted el a 14 éves lánynak az életét? Mindannyiunkban kérdés, hogy miért? Együtt vagyunk. Adjuk tehát egymásnak az időnket, a türelmünket, a békességünket, a szeretetünket, a sugárzó tekintetünket. Osszuk meg egymással, amit van. Mert nem tudhatjuk, hogy meddig. Nem tudhatjuk, hogy meddig és mikor gondolja az Úr, a Teremtő Istenünk, hogy eddig tart az életünk. Isten magát adja nekünk. A pásztorok is mentek, üres kézzel. De a szívük, lelkük, érdeklődésük mindenük ott volt a jászol mellett. Érkezzünk meg mi is Betlehembe. Érkezzél meg te is, kedves testvérem, Betlehembe, a családodáimat. A szeretteiddel együtt. Hogy együtt és közösen lehessen karácsonyunk. Hogy mindannyiunk szívében megszülessen az Úr Jézus Krisztus. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked szent igédért, az ünnepért, a csodatételért, hogy eljöttél közénk erre a világra, hogy megtapasztald, milyen az emberi létel. Urunk Istenünk, kérünk téged, add, hogy befogadhassunk téged. Nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a szívünk ajtaját, és szálltad háladásra. Háladásra, igen, Urunk Istenünk, nyisd meg a szánkat, mert oly sok mindenért van hálát. Az ünnepért, az együttlétért, a szeretteinkért, a családunkért, az ajándékokért, a terített asztalért, hogy van hova mennünk és érkezünk. Adulunk Istenünk, hogy szívünkben, lelkünkben, mi magunk is, családunkkal együtt el tudjunk érkezni Betlehembe, és ünnep lehessen a mi szívünkben. Kérünk téged, Urunk Istenünk, te mutasd nekünk utat. A betlehemi csillagoddal. Te vezérelj bennünket a helyes úton. Adj vigasztalást a mi lelkünknek. Hallgass meg könyörgésünket. Te, aki itt tanítottál minket,
amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A 315. dicséretünk 6. és 7. verset énekeljük. A 315. dicséretünk 6. verseit kezdődik. Hála legyen mennybéli szent atyánknak, hála legyen született Jézusunknak. Okay.
Kedves testvéreim! Először is valahányójuknak nagy szeretettel áldott, békés karácsonyi ünnepet, és egykorom majd boldog új esztendőt kívánok magam és családom nevében. Istentől áldja meg a ránk következő időszakot is. Alkalmainkat szeretném hirdetni mindannyiójuknak. Karácsony ünnepében, karácsony első napján, 10 órától lesz ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. A református templomban lesz. December 26-án, karácsony másnapján, 8:30 órai kezdettel lesz ünnepi istentisztelet, a helyszíne a gyülekezeti terem. December 31-én, esztendőnk utolsó napján, 10 óráktól kezdődő istentiszteleten adunk hálát Istenünknek mindazért, ami ebben az esztendőben is volt, és január 1-én pedig 10 órától az új évkezdő istentiszteletünk lesz. Jöjjünk ezekre az alkalmakra, és hívogassunk másokat is. Ebben az esztendőben is nagyon sok minden történt, mégis néhány momentumot hadd emeljek ki. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik adományaikkal megtöltötték az elmúlt időszakban a szeretetdobozokat, és azzal rászoruló családokat segítettek. Köszönöm a segítséget mindazoknak, akik advent vasárnapjaiban segítettek,
Mindazoknak is köszönöm, akik a forralt borosztáshoz, a teázáshoz adományokat adtak. Köszönetet mondok a magam és a gyülekezet nevében Szilágyi Jánosné Berta néninek és Máté Hajnalkának, akiknek a templomban levő koszorúkat köszönhetjük, és Guruciné Annának, akinek ezt a csodálatosan szép fenyőfát. Millelenkének is köszönjük a gyertyatartókat és az itt dolgozóknak, hogy ezeket a kis koszorúkat elkészítették vele. És köszönetet szeretnék mondani Gondnok úrnak, Máté Lajosnak, hogy az esztendő minden egyes napján, amikor szükség volt rá, akkor jött, időt, energiát nem sajnálva segített, amiben tudott. Kérem Lajos bácsit, hogy egy pillanatra fáradjon ide közelem. És köszönetet szeretnék mondani Sárkány Lászlóné Andreának, Tóth Istvánnak és Nemes Antalnak is, akik az esztendő valamely napján itt voltak, segítettek, dolgoztak, gyülekezetünk életének a gördülékenységében segítettek. Kérem, fáradjanak ide közelebb az Úr asztalához. Isten tiszteletünk végéhez közeledve a 326. dicséretünket énekeljük. A 326. dicséretünk a lapon is megtalálható. Mindahány versével énekeljük, majd pedig az áldást fogadjuk. Az Istenem, az
kedves tiszteletes asszony, a gyülekezet nevében Istentől áldó boldog mindeneket kívánunk. Sok szeretettel, kedves családjáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindannyiójuknak. Végezetül fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen.